Rendhagyó irodalomóra keretében ismerkedhettek meg a tábor lakói Arany János életútjának legfontosabb pillanataival. Sudár Anna Mária előadó művész, mindannyiunk atya, Arany János tanár úr című önálló estjén egy nagyívű pályaképet, a vers mindenek felettiségét ismerhettük meg. Nagyon sokat köszönhetek a verseknek, a bölcsészkarnak is persze. Nagyon sok helyre eljuthattam általuk, és nagyon sok embert megismerhettem általuk. Az egyik legnagyobb ajándék, amit a versektől kaptam, azok a Misztrál fiúk, akiket megismerhettem olyan 15 évvel ezelőtt, először hallgatóságként, utána pedig velük együtt fellépve többször is, mind a mai napig. Száll a madár ágról ágra, száll az ének szájról szájra. Fű kizöldül ósírhanton, bajnok ébredt hősilanton. Vadat űzni feljövének, hősfiai szép enének, hunor s magyar, két dalia, két egy testvér ménród fia. 50-50 jó leventét kiszemeltek, hogy követnék, mint valamely véres hadra fegyverkeztek könnyű vadra. Nagyon érdekes az, hogy amire eljön Arany születésének 100. évfordulója, gondoljátok meg, 1917-et írunk, az első világháború 3. évét, addigra valahogy előtérbe kerül a lírikus Arany, a nyugatosok, Adi, Kosztolányi, Babics és a többiek jobban figyelni kezdenek a lírikus Aranyra, a lírai költeményekre. Törékeny testben nagy lélek, szilárd, veszélyes volt bár férfias dal s eszme, zengtél azért is, büszke velszivárd, nehogy jobb érzésünk végképp kiveszne. Mélységek és magasságok, felmagasztasult pillanatok, az eredendő, a magyar nyelvegén szárnyaló költői emberi valóságok Sudár Anna Máriával, aki biztos szóval befogadói élményt nyújtva, a törékeny, vékony mesgyén araszolva a felsőfokon tanított meg bennünket Arany Jánosul.